van, aki azért nézi, mert érzik. Van, aki azért, mert szeretik. Van, aki oda van az autókért. Van, aki azért, mert vezetnek. Van, aki azért nézi, mert nincs jobb dolga. Van, akinek lenne, de azért is. Van, aki szórakozni akar, van, aki szórakoztat. De miért ne tennél? Találd meg te is az okot, miért nézd az NXT-t. Szép jó napot kívánok, ez itt a Zenix TV, és benne a VSRL F3 Donington. Ugye, mint az előző adásainkban is észrevehették, vagy észrevehettétek, a VSRL F3-ban három futamot futnak le. Ugye ez csütörtökön szokott volt lenni, viszont technikai problémák, illetve mondjuk úgy, tehát problémák miatt nem tudtuk leadni. Ezért ugye felvételről adjuk. Na már most. Az időmérő után lássuk, hogy hogy is néz ki a rajtrács. Ádám Demeter az első helyet szerezte meg, majd Borkovics Pálint a második hely, Cséplő Máté felverekedte magát a harmadik helyre, Szabó Krisztián negyedik helyen, Mark Roland ötödik, Kotenc Dánielő a hatodik, Szolga Bálint a hetedik, Nemcsik István a nyolcadik, Milán Bankó vagy Bankó Milán a kilencedik, Csáki László a tizedik, Horváth Szabi a tizenegyedik, Holá Krisztián a tizenkettedik, Kastetter Dániel a 13., Lőrinc Gábor a 14., és Kotenc Balázs, ő úgy néz ki a boxból indul, 15., Molnár Alex a 16., Fodor Mihály a 17. Hát úgy néz ki, hogy Misikénk a boxban van, lehet lekéste a rajtot. Úgyhogy srácok, fel is értek a felvezetőre. Lássuk, mi is fog történni. Szépen lassan, nem sokára kigyúlnak a lámpák. Motorok felbővnek. És lámpa mentesen, de elindult a futam. Ádám Demeter visszaesett a második helyre, de nem, első hely egy szép bug. Itt hátul Borkovics és Szabó Krisztián. Szabó Krisztián lelőzte, hova tűnt? Eltűnt Cséplő Máté. Nos, hát úgy néz ki, hogy Szabó Krisztián lelőzte Cséplő Mátét, viszont eltűnt Máté legalábbis. És most
Borkovicsot agresszírozza innen háttúrul. Nézzünk hátrébb talán. Ó, de Szabó Krisztián nem ülhet a babérjaim, mivel Kotenz Dániel követi, és elég szépen követi. Mellé súzódik, lássuk, meg tudja előzni. Kicsit letolta, de Dánielünk az vágta a pályát elég szépen. Ennyi. Nézzük, mi történik hátul. Mark Roland és... Nem Csik István meglőzte Rolandot. Vagy megtartotta a helyét, már nem is emlékszem. A Roland jön fel. Hopp, és megvan csípő Mátink. Máté szerintem elronthatta a rajtot, mert nagyon hátra esett, a hetedik helyre esett vissza. És ha jól láttam, megelőzte. Nem előzött a senkit meg. Csak próbálkozik, de megelőzött valakit, mert feljött a hatodik helyre. Méghozzá Mark Rolandot. Ajjajjaj, mi van itt ennek? Ja, úristen. Na, hát a Kasztetter Dánielt láthatjuk a 11. helyen. Itt elől lesz egy kis előzés, így is van. Olá, Krisztián és... Lőrinc Gábor. Hát akkor nézzük egy kicsit Lőrincet. Sikerül le neki megelőzni Dánielt. Ó, és Dániel megint. Hoppá, hoppá, ó, és kiütötte. Hát, igen, itt sajnos nem Lőrinc volt a hibás. Viszont Olá Krisztián is kicsúszott, ahogy láttam. Hát ütik, verik a srácok egymást, úgyhogy... Na hát van már kiesünk Szolga Bálint személyébe. Hát újra addig-addig keringtünk, hogy visszajöttünk az első helyre. Hát első helyen Demeter Ádám még mindig. Második helyen Borkovics Bálint, illetve Szabó Krisztián. És mi történt ott? Borkovics hibázott? Vagy neki ment Szabó? Ezt már nem tudjuk. Lényeg, hogy Szabó feljött a második helyre. Hát elég sok esemény történt, sok akció történt, és csak a harmadik körben vagyunk, ugye? Mondhatnám azt, hogy kisdel gurult a gyógyszere a srácoknak. Viszont a lényeg, hogy a kezdeti nehézségek után Csépő Máté újból felverekedte magát. Igaz, nem a harmadik helyre, honnan kellett volna induljon, hanem csak a negyedik helyre. De hát nem minden úgy alakul, ahogy az ember szeretné. És itt nem Csik Istvánt láthatjuk, ahogy Mark Roland próbálja megelőzni őt. Hát úgy látszik, Rolandnak sikerült a kigyorsítás. És most akartam mondani, hogy láthatunk-e vajon egy olyan párviadalt, ahol nem koccannak. Hát nem láthatunk. Tehát ez van. Ugye ez nem az iRacing, ahol pontokat vonnak le, illetve belapíthatod a hiba pontjaidat, és 17 pont után diszkvalifikálnak. 1000 faktor itt megengedett a... Azt a... Hát Istvánkám, nem Csik. Hát ez nem a te napod. Hát a fű az csúszik, ahogy látjuk. Úgyhogy elég szépen visszaesett. 9. helyre. De menjünk vissza a Rolandra. Hát a Roland ugye megúszta, se előtte, se mögötte nincsenek valami hú, de sokan. Ugye szerencse is kell egy jó futamhoz. Rolandnak itt volt szerencséje, tehát Rolandnak volt szerencséje, mivel nem Csik hibázott.
Hát Ádám meg csak úgy el van magának itten. Ugye Szabónak is szerencséje volt. Nem igazán láthattuk, hogy most ott történt-e ott valami koccanás vagy sem. Tegyük fel, hogy nem történt koccanás. Nos, ugye második hely, Szabó ötödik kör, Kotenz Dániel a harmadik, Csíplő Máté a negyedik helyen még mindig. Ő bukott egy helyet. Mark Roland az ötödik, Kastetter Dániel a hatodik, Bankó Milán a hetedik, és Nemcsik István, sajnos ő hibázott, úgyhogy ő visszaesett a nyolcadik helyre. De ha jól látom, igen, Bankónál egy kicsit gyorsabb, úgyhogy lehetséges, hogy fel fog tudni jönni. Így is van, már látja is a kedves vetélytársát, viszont a hátánál Lőrinc Gábor, és Gáborral történik valami, mert nincsen ideje, most vagy vágta kissé a pályát, és elvette az időt az R-faktor tőle, vagy fog történni valami vele, úgyhogy itt maradunk egy picit, és megnézzük, hogy mi történt Gáborunkkal. Viszont itt a hátánál jön Csáki László, nem-e? És igen. Igen, hát akkor ez lehetett a probléma. Megpördült. És Csákival összeütközött. Csáki az folytatta 10. helyen. Lőrinc visszaesett a 11. helyre. Hát sajnos ez már csak így megy. Igen. És szerintem mérgébe kiszállt. Hát ez van. Elég instabil ez a mód, ahogy észrevettem. Tehát a srácok nagyon furcsa módon, itt a hirtelen megjönne az erő valahonnan, ilyen Jedi erő, és úgy kipördül a hátsó kerék, de ilyen indokolatlan helyeken. Tehát nos, 12. helyen Horváth Szabolcsot láthatjuk. Fodor Mihály a 13. És Borkovics Bálint. Hát, Bálintkám, én elő szoktalak meg, nem itt ennyire hátul, 14. helyen. De hát ennek is biztos van valami oka. És ugye a kiesőink, Lőrinc Gábor, Molnár Alex, Szolga Bálint. És gyorsan jöjjünk ide előre. Demeter Ádám. Az első helyen. Szabó Krisztián a második. Kotenz Dániel pedig lenn még mindig a harmadik. Nos, hát egy kicsit nagyon is széthúzódott a mezőny. Hopp, és Dániel egy kicsit szélesített. Dániel, Ádám. Szélesített, úgyhogy... Viszont... keresünk ennyire hátul.
Nos, cséplő is kiesett, ez szuper. Közben meghűlt itten az elfaktorom. Jó van, nagyjából helyről jött. Tehát ott tartottunk, hogy Ádám Demeter. Első hely. Viszont nem nyugodhat békében. Ez most hülyül hangzott. De nem nyugodhat ott a babérjain az első helyen, mivel Szabó Krisztián szerintem agresszírozni fogja. Nézzünk el, és már utolős, érte Szabó Krisztián. És akkor mindjárt láthatunk egy gyönyörű előzést. Egy kifékezés, próba, nem sikerült. De hát legalább megpróbálta. Akkor nézzük on board, hogy milyen. Tizedik körbe vagyunk, még ha jól számoltam, 5 körünk van. Hopp, és ott van valaki. Hát azt már nem láthatjuk, hogy ki. Igen, Borkovics volt hátul. Na, és Szabó meg tudja előzni vajon Ádámot. Hopp, és egy leköldött, hát elég nem szép volt. De mondjuk lehúzódott, tehát effektíve nem volt a pályán. A Krisztián itt egy kicsit furcsa íven autózott, de ott tudta tartani viszonylag közel magát. Tehát úgy megint egy lekörözés. Hopp, és szélesebben. Na, szélárnyékban már ott van. Na, fej-fej mellett majdnem egy kis kocs, és oda tette, és megelőzte Ádámot. És nem úgy megelőzte, hanem is húzott, mint a vadlivág, szóval... ott hagyta. Lássuk hátrébb, mi történik, hát van valami. Azt tette Dániel ugye a harmadik helyen, befejezte a lekörözéseket, Marc Roland negyedik helyen. Mivel? Jaj, elnézést! Harmadik helyen Kotenz Dániel. És Kakstetter Dániel, ő itt van az ötödik helyen. Bankó Milan hatodik. Olá Krisztián a hetedik. Csáki László nyolcadik. Hát nem csikünk, annak nem a legjobb a futamja, úgy néz ki 9. helyen. Lehetséges, hogy sérült az az autó. Elég rossz időket is megy, mondjuk csak is sem megy valami úgy, de szuper időket. Fodor Mihályt láthatjuk a 10. helyen. És jól láttam, akkor Szabó Krisztián lekörözte, de Fodor elég szar helyen volt. Bocsánat, rossz helyen volt. Ugye nem csík, gyorsan menjünk előre, mert itten elől, mintha látnék valamit. Ja, nem, ez csak egy sima lekörözés lesz. Bottott elő, ott a Fodor, Fodor el.
Fodor mellett elment Kothenz Dániel, úgyhogy... Viszont, hoppá... Viszont utolérte Dániel Ádámot. Úgyhogy Ádám nem nyugodhat meg, úgy néz ki, hogy harmadik helyre fog visszaesni, ha nem húz bele egy kicsit. Így is van, Ádám már nézelődik, kigyorsítással próbálkozik. Hát itt már a szélárnyék azért hat. Dániel nagyon rajta van. Hopp, egy kis szélesítés. Természetesen ezzel a kis szélesítéssel Bani semmit nem nyert, sőt veszített. Nem, mint ahogy láthattuk, le is maradt egy nagyon picit. Hopp. Sikánon szépen átdobta. A 13. körbe vagyunk, és a 14. körbe fogunk belemenni. Krisztiánt láthatjuk, pedig a vezetőt. És most kezdi meg a 14. kört. Most. Na lássuk. Még egy köre van Dánielnek, hogy utolérje Ádámot, illetve meg is tudja előzni. De hát ez nem kívánságműsor, úgyhogy sose lehet tudni, hogy mi történik. Hopp, egy kis hiba. Mondjuk én is kipróbáltam ezt a módot, és hát nem tudom, olyan furcsán mozog, tehát mintha legalábbis a zele és a feneke az autónak egyszerre mozogna. Tehát, hogyha jobbra kormányzunk, akkor megy az autó jobbra, de a feneke meg balra. De mintha, nem tudom, középül volna ugye egy valami, és akkor, mikor elmozdítod valamelyre, akkor az eleje és a háta egyszerre mozdul el. Hát igen, elfogtul. Hopp, és Dániel már be is tette az autót Ádám mellé, kigyorsításnál, nos, és egyenlőre még nem tudta megelőzni, talán itt most rágyorsul, így is van, megelőzi, meg tudja tartani. És Ádám nem tudta megtartani, de Dániel szépen megelőzte, gyönyörű volt az előzés, nem volt koccanás, nem volt semmi. Hát igen, így kell elveszíteni. Büszkén, de sajnos elvesztette Ádám az első két helyet. Mások próbálkozik-e? Talán lesz egy próbálkozása. Szépen áthűzte, viszont rázókő megdobta, úgyhogy picit talán, mintha lemaradt volna. Itt megint elfékezte, úgyhogy ebből nem lesz semmi, menjünk elő rá Krisztiánra. Ő azonnal be fog érni, így is van. És akkor... Akkor a Doningtoni első futam, Szabó Krisztián nyert. Második helyen Kothenz Dániel, harmadik helyen Demeter Ádám. Szépen próbált védekezni, de sajnos meg kellett elégedjen a harmadik helyen. De nagyon szépen csinált azt, amit csinált.
ugyanúgy, mint ahogy Daniel, illetve Christian. Itt Roland úgy gondolja, hogy egy kicsit break-el a fejenállás, negyedik hely. Kakstetter Daniel az ötödik helyen jött be, Banco Milán a hatodik hely, Ola Christian hetedik helyen hozta be az autóját, Csáki László nyolcadik, és nem Csik István kilencedik, de még nem ért be, és hibázott. Újból megpördült. Talán nem veszélye senkire. Mint ha elfogytak volna azok a gumik. Nos, hát nem csikünk most térbe, így is van. Borkovics Bálint a tizedik, Fodor Mihály a tizenegyedik, Horváth Szabolcs a tizenkettedik, Csipri Máté 13., Balázs Kotenc 14., Lőric Gábor 15., Molnár Alex 16., Borkovics, Szolga Bálint 17., úgyhogy Szabó Krisztián nyert. Hát ez volt az első futam, úgyhogy nem sokára egy pár pillanat szünet után jövünk a második futammal. Nos, és itt is vagyunk a második futammal. Úgyhogy a srácok elindulnak azon a felvezetőn. És akkor lássuk a rajtrács, hogyan áll. Szabó Krisztián az első helyen, Demeter Ádám a második. Ugye volt idén mérő. Ez úgy szokott lenni, hogy első futam. Időmérő, futam. Második futam, időmérő, futam. Majd harmadik futamnál a beérkezett sorrendet megfordítják. Tehát akkor ott maradtunk, hogy a második futam második időmérője után Szabó Krisztián az élen, az első, második helyen Demeter Ádám, harmadik helyen Kotenc Dániel, Cséprő Máté a negyedik, őt követi Borkovics Bálint, szó szerint követi, remélem nem fogja kiütni. Hatodik helyen Marc Roland, Kastetter Dániel a hetedik, Szolga Bálint a nyolcadik, reméljük ezúttal végig tud menni a futamon. Ola Krisztián a kilencedik, és a kis ennyi-bennyi kis szemtelen kéten valaki vágta a pályát elég szépen. Nem is tudom ki, tehát ott tarthatunk Ola Krisztián, igen. Csak itt van valaki, akit valami Milán. Nem látod rendszerűen. Tehát 9. helyen Ola Krisztián. Csáki László 10. Bankó Milán, igen, a 11. Horváth Szabi a 12. Nemcsik István a 13., Fodor Mihály a 14., úgyhogy ezúttal 14-en fognak elindulni a futamon. Feltételezem, hogy ugyanúgy 15 kör lesz. Természetesen rajtnál újból nem lesz... nem lesznek lámpák, de elindult a futam. Szabó Krisztián megtartott az első helyét. Demeter Ádám, illetve Kakstetter. Kakstetter lecsúszik. Háta mögött pedig nem Csépű Máté. Nem, Máté besorol, viszont Borkovics megmarad. Áj, Máté hibázik újból. És visszaesik a 6., 7., 8., 9. helyre újból. Máté megint elrontotta, nem kicsit, nagyon. Ja, hát akkor menjünk vissza, talán itt még láthatunk valamit. Ola Krisztián követi Szolga Bálintot, és
most a háttérben csípli Márti. Nem tudom, mi van vele, de nagyon össze-vissza megy. Hát akkor menjünk vissza. Olá, Szolga. Hát Szolga ezúttal megúszta Krisztiánnak a kulakodását. Mások itt előrébb mi történik. Borkovics furcsa kigyorsítással. Na, lesz-e előzés itt? Nem lesz? Menjünk még előrébb. Kaksztertel Dániel. Igen. És Kotenz Dániel. Demeter Ádám és Szabó Krisztián. Most hát ahogy látom, itt elő nem igazán változik semmi. Ott hátul inkább a 7.-8. hely környékén vannak akciók. Talán esetleg itten Roland és Borkovics között, viszont itt még hátrébb, mintha... Na nézzük Cséplőt! Meg tudja előzni, ki van elől? Olá Krisztiánt, illetve Szolga Bálintot. Elméletileg, ugye mivel időmérőn gyorsabb volt náluk, ezért simán át kéne. Tudja verekedni magát rajtuk. Ó, itten elintézik a srácok egymást, szóval... Olá, Krisztián nagyon picit koccant. Hopp. Na, na, külső híven próbálja megelőzni a szolgát, ami nem fog menni neki. Most belső híven van. Máté megpróbálja bedugni az óracskáját. Nem jött össze. Úgy néz ki, hogy Krisztián, mintha megelőzte volna Bálintot. Bálint középül, Krisztián külső víven. Nem. Még már nem tudom, ki kicsoda. Jó van, megvan. Bálint hetedik. Nem, Bálintnak. Bálint meg tudta tartani a hetedik helyet. Viszont... Olá Krisztiánt most... Hát csak próbálkozik, nézelődik Cséplő, de nem. Viszont ott hátul Fodor Mihály elég szépen. Úgy gondolta, hogy ezt az ődet is főhasználjuk, azt fővezünk egyet. Krisztián, Cséplő, Máté, Mátékem, csinálj már valamit, előzé vagy valami, édes drága fiam. És Máté hallgatott rám, és megelőzted, összekoccantak, de talán nem. Olyannyira nem, hogy el tudott menni Olá Krisztián mellett, és ott hagyta mindszert pár az odámokat. Bocsánat, elnézést. Na hát akkor lehet ezért kapunk egy dislike-ot. Nos, itt nem mást láthatunk, mint Borkovics Bálintot, ahogy Kaksztertel próbálja megelőzni, hogy Dániellel itt fog történni valami, mert ugye nem méri az idejét. Jops, megpróbálta megelőzni, de... Ábbül semmi nem lett. Ó, jajajajajajajajaj, átvágta a pályát, és úgy előzte meg Demeter Ádámot. Hát ez példa nélküli. Viszont Borkovics is megelőzte Demeter Ádámot. Nem tudom, mi történhetett Ádámon megint. Rolandot láthatjuk a 6. helyen, Borkovics 5. helyen, Demeter Ádám
negyedik helyen. És lássuk, hogy visszaadja Kastetter. Nem. Viszont szabálytalanul előzött, mert ugye levágta a pályát, tehát az ott szabálytalan előzés volt. Vissza kéne adja a helyet. De ugye nem láttuk, hogy mi történik. Úgyhogy ki tudja, lehet, hogy Gyukuk meg Dildur volt. Viszont Ádám Demeter ott van nagyon... Borkovicson. Sőt... Demeter visszaesett. Igen, Demeter itt van a hatodik helyen, lemaradva a sáncoktól. Itt Mark Roland, illetve Borkovics Bálint hadakoznak a előkelő negyedik helyért. És közben valakit láthatunk átélve a boxban. Hoppá, és Bálint egy nagyon picit követ volt, de úgy néz ki, hogy minden rendben van. Olyannyira rendben, hogy egy kicsit meg tudott szabadulni az őt üldöző Mark Rolandtól. Addig próbáljunk hátrébb menni, hát ott van valami. Remélem, addig nem előzik meg itt a srácok egymást. Vagy inkább maradjunk? No hát. Sőt, maradunk, mivel Borkovics elvtársunk elég közel ért Kockstetter Dánielhez. Úgyhogy Danikám veszélyben van a harmadik hely. Azért nézzünk hátrébb, Csépő Máté a hetedik helyen, Szolga Bálint a nyolcadikon, Olá Krisztián a kilencediken, Kodor Mihály 10, Csáki László, igen, 11, őt követi Bankó Milán 12, Nemcsik István újból hátul van, 13, nem igazán jött össze, úgy néz ki ez a futam neki, Horváth Szabolcs az kiesett, Szabó Krisztián ő az első helyen, halálra unja magát, gondolom. Viszont az, aki nem hagyja békén azért Szabót, az nem más, mint Kotenc Dániel. Próbálja tartani az iramot vele. Nézzük, hogy... Hát Szabókánk egy kicsivel gyorsabb, ugye 1.20.5.48-at ment. Illetve Dánielünk 1.20.8.55. Hát igen, mások a átmegy a mérőponton. 1.20.6.6.6. És picivel, de lassabb 1.20.6.71. Hát igen, egyenlőre Szabónak áll zászló, viszont ne felejtsük el, ha minden úgy történik, ahogy eddig történt, az első helyezett többnyire a futam 3/4-énél, tehát olyan 10-11-12. Körben elveszíti a tapadást. Legalábbis az előző futamnál úgy volt. Úgyhogy lehet, hogy Krisztián, ha nem ügyel a gumikra, akkor el fogja veszíteni a tapadás valamelyest. Viszont Dániel eléggé, nem tudom, mint picit lemaradna róla, tehát nem közelít. Na lássuk, Krisztián most
mennyit ment. Ó, igen, 1.21.4.42, erről beszélek, tehát már elkezdett romlani az ideje, viszont ez vagy gumispórolás, lehet, hogy szándékos gumispórolás, mivel Kotenz Daniel 1.29.33, tehát gyorsabb nála, úgyhogy... De nézzünk hátra, mert itt akcióban Kotenz Dániát méghozzá Borkovics, igen, Borkovics próbálja megelőzni, hát nem nagy sikerrel, viszont hátul is Marc Roland, illetve Ádám Demeter, hopp, és hárman össze bútoroztak, nem tudom, Dula Lamour. Hárman egymás mellett, és valakit ott hagytak be elég szépen, igen, Borkovicsot két oldalról megelőzték, de nagyon szép előzés volt, lássuk, lesz kiütés, nem lesz kiütés, talán most, nem, jól van, hát megúszták, viszont, Viszont Roland nyert ebből a trióból, mert Roland a negyedik helyen van, tehát Daniel pedig nem megúszta az előzést. Viszont Ádám nem biztos, hogy ezt meg fogja tudni úszni, mert Borkovics máma a futamon legalábbis nem máma. Tehát a futamon elég agresszívül próbál előzni. Természetesen határokon belüli agressziót láthatunk, tehát nem olyan agresszió, hogy úgy előz, hogy puff, hátul megpöccintés már el is megy. De egy kicsit szélesít, felveri a sargapót a fűről. Thank you.
Jánosat, itt vagyunk 12. körben. Túl sok akció nem történt. Adam Demeter úgy néz ki, hogy ki fog esni. Sőt. Nem csak is kiesett. Horváth Szabolcs is. És Szabó Krisztián vezeti a futamot. Na, még egy kör. Szerter Dániel második. Hát úgy néz ki, hogy ez már így marad. Itt már előzés nem lesz. Tizennegyedik kör, még egy kört kell kibírjanak, srácok. Nézzünk hátrébb. Ó, itten Kassz... Igen, Kassztetter Dániel. Mark Roland és Borkovics Bálint. Na, talán Mark Roland megelőzi Kassztettert az utolsó pillanatban. Lássuk. Nem, olyannyira nem, hogy hibázott is, itt megint szélesít. Ó, és kiütik egymást. Ki az ott előttük? Szabó Krisztián, hoppa hoppa. Szabó Krisztián hibázott, visszaesett a második helyre, de Kassztetter meg utolérte. Kotenz Dániel az első helyen. Szabó Krisztián a második helyen. Ajaj. És azonnal elkezdik az utolsó kört. Hopp, és Kassztetter hibázik. Viszont meg tudja tartani a harmadik helyet. Mondom én ezt így, jó. Roland is. Kotenz Dániel vezet. Ez már az utolsó kör, illetve most beér és meg is nyerte a futamot. Előtte van már egy lekörözött, talán ezúttal nem lesz probléma vele. És... lássuk. Nem, de most ért be. Tehát Kotenz Dániel az első. Szabó Krisztián lesz a második helyen. Így is van. Harmadik Kassztetter Dániel. Borkovics Bálint negyedik. Mark Roland ötödik. Csépő Máté a hatodik. Ezért várjuk meg. Így is van. Ola Krisztián a hetedik. Szolga Bálint a nyolcadik. Bankó Milán a kilencedik.
Fodor Mihály a tizedik. Tizenegy Csáky László, Demeter Ádám és a többiek. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyi. És akkor újra itt vagyunk, harmadik futam, BSRL Donington. Ezúttal megfordították a rajtrácsot. És akkor lássuk, hogy ki hol van. Fodor Mihály az első, második Bankó Milán, Szolga Bálint a harmadik, Polák Krisztián a negyedik, Csépő Máté az ötödik, Margrolanda a hatodik, Borkovics Bálint a hetedik, Kastetter Dániel a nyolcadik, Szabó Krisztián a kilencedik, Kotenz Dániel a tizedik, Csáky László a tizenegyedik, Nemcsik István a tizenkettedik, Horváth Szabi a tizenharmadik, és Demeter Ádám szárja a sort a tizennegyedik helyen. Nos, hát Fodor Misinek nem szólt senki, hogy ez felvezető, nem a futam, úgyhogy hát feltételezem, hogy nyomni akarja, hogy felmelegedjen a gumi, de hát sajnálatos módon szerintem önnek az ellenkezőjét fogja elérni azzal, hogy nagyon nyomja, és hamarabb oda fog érni a cél egyenesben, illetve a rajtrácsra, és elhűlnek a gumik. Ne legyen igazam, de esély megvan rá. Itt valaki mint előzött volna, és nem ott Olá Krisztián úgy gondolja, hogy neki ott a helye, nem tudom. Szerintem felvezető nem szabad előzni. Igen. Na, lássuk akkor. Természetesen piros lámpák most sincsenek. Felhőbbnek a motorok, és elindul a futam. Így is van, Fodor Mihály meg tudta tartani az első helyet. Őt követi Bankó Milán. És itt összekoccannak picit. És valaki kicsúszott. Ájjájjáj, Bankó Milán rámegy, ütközik, kicsúszik. Visszajön, jó. Csáky Lászlót szépen kiütötték. Bravo. Hát nem lehet azt mondani, hogy fergeteges volt a rajtjuk. Elég katasztrofális. Szabó Krisztiánt láthatjuk, hogy próbál előzni. Olá Krisztiánt próbálja megelőzni. Ugye Szabó a hetedik helyen van. Előtte vágták elég szép a pályát, mondjuk ő is levágta azt a kis sikán részt. Bankó Milán van közvetlen Szabó hátánál. Lássuk, hogy verekszi át magát. Nem. Olá Krisztián van Szabó mellett. Lássuk a két Krisztián párharcát. Hát itt Szabó, nem Szabó. Hogy hívtak? Milán. Ó, és Szabó benne van szinte Olának az autójába. Ó, baleset. Mennek, mint a messzesek. Nézzük. Hopp, és Kotenz Dániel
csókolta meg Szabó hátsó részét. Szabó autójának hátsó részét, hogy ne értsétek félre. Mark Roland meg úgy gondolta, hogy akkor egy kicsit levágjuk a füvet. Bodor Mihály 9. helyen, Nemcsik István a 10. helyen, Szolga Bálintunk 11. helyen, őt követ Kakstadter Dániel, aki talán most sem tudta azt a sikán részt végig ebből, hogy jöjjön ki. Mindegy, levágta. Ennyi. Viszont meg tudta előzni Szolga Bálintot. Lássuk Bálint. Háj, kis kocs. Igen, ez már az, amikor nincsen már lag. A lagra már nem lehet ráfogni, hogy összeköccantunk. És itt hátul, igen, Fodor Mihály úgy néz ki, hogy föl fogja adni a futamot. Lássuk Csáki Lászlóval, mi történik. Semmi. Menjünk tovább. És láss csodát! Nem más az első, mint Cséplő Máténk. Végre valami jó ezen a futamon. Hopp, és ott hátul már megint valami. Demeter Ádám áll keresztbe a pályán. 8. helyre visszaesve. Nem tudom, kivel akadt össze, de Milán ezt nagyon elrontotta. Demeter Ádám mindjárt meg is előzi Milánt. Na, Nemcsik, és nem tudom, ki van ottan. És Kakstetten még mindig egymás fenekibe vannak. És én úgy nézem, hogy ők mintha csapattársak vannak, nem? Így van, csapattársak, de úgy néz ki, hogy nem igazán csípik egymást. Viszont Kastatter Dániellel valami fog történni, mert nincsen ideje. Igen, akkor ez történik, és szalma krumpli. Darabokra törte autóját. Szóval a Bálintot láthatjuk, ahogy tereli a lóerőket, meg Mark Rolandot, ahogy a legelésből visszatérő lovakkal próbál az aszfalton maradni. Ajaj. Nemcsik Istvánt láthatjuk, ahogy nem vágja a pályát, de egy kis legelésben részesül. Hú, kapok én majd hideget meleget. Bankó Milán a 7. Demeter Ádám a kis baki után fel tudta verekedni magát a 6. helyre. Olá Krisztián az 5. Borkovics Bálint a 4. Kotenz Dániel a 3. és Szabó Krisztián a 3. Szabó Krisztián a 2. is előtte Cséplő Mátét. Na lássuk akkor, hogy Szabó meg tudja előzni Mátét. Cséplőt. Ha már családnével szólítjuk őket, akkor Szabó és Cséplő párharcát láthatjuk. Cséplő egy sötét autóban, Szabó egy világosban. Lássuk, a sötétség vagy a világosság fog nyerni, győzni. Egyenlőre Szabó csak leküveti Cséplőnek a pályára szélárnyékát. Most itt összeakadt a nyelvem, és nem tudtam, hogy most lesz előzés vagy sem, viszont Cséplő kicsit furcsán füstölteti azokat a gumikat. Szabó szépen kinyomta
és most benyomta. Nos, hát egyenlőre, ha nem... Ajj, és Szabó hibázott. Azt akartam mondani, ha Csipő nem hibázik, akkor meg tudja tartani az első helyet, viszont ehelyett Szabó Krisztiánunk hibázott. Viszont vissza fel tudott zárkózni. Akkor nem volt az a hiba. Harmadik helyen Kortenz Dániel, őt követi Borkovics Bálint. Majd Olá Krisztián és Demeter Ádám. Nohát, nohát. Mondd a kislány és ezzel puty. És Ádámtól láthattunk egy gyönyörű előzést. Viszont Olá Krisztián nem hagyta magát és visszavette. Itt valami történt a fal mögött. Ennyi meg a benye. És Ádám hibázik, és megúszta. Jó, akkor van a legnagyobb probléma, hogyha a hátsó fertáját üt meg az autónak. Esetleg talán egy nagyon picit oldalra húz, hogyha az első részt tűnnek, de úgy néz ki, megúszta. Nézzük elő, mi van. Marc Roland ugye 8. helyen. Nemcsik István a 7., Bankó Milán a 6., ezzel a gyönyörű vörös autóval. Olá Krisztián az 5., Red Bull-al. Borkovics Bálint töretlen a 4. helyen. Kakstetter senkit nem zavartatlan 3., és Csíplőt megelőzte Szabó. Erről lemaradtunk. Viszont nem úgy néz ki Csíplő, hogy feladja ezt az első helyet. Nyolcadik körben vagyunk. Amikor Csíplő megpróbálja visszaszerezni az első helyet. Áj, kicsit elfékezik. Nagyon picivel lassabb Csíplő. Ah, ez széles. Mások Szabó Krisztián, milyen időt jött? 1.21.115. Csíplő 1.21.422. Hát... Lehet, hogy csak úgy tudja visszaszerezni az első helyet, hogyha Krisztián hibázik. Viszont Kortenz Dániel gyorsabb. 1.24.59-et megy. Míg Csíplő és Szabó is 1.25. 1.21-ben vannak benne. És Csépű nem hagyja magát, egyre közelebb verekedi magát Szabóhoz. Nézzünk gyorsan hátrébb.
Itt egyenlően semmi nem történik, itt se, a Roland környékén se. Nem Csík. És Ádám Demeter. Talán most láthatunk egy jelőzést. Inkább elfékezést. Szaladjunk gyorsan előre. Itt Borkovics Bálint és Banco Milán. Nem, Milán hibázik. Így van, Roland. Úgy még mindig nem Csík és Demeter Ádám. Na, talán most belső íven próbálkozik. És... nem mondja a hülyeséget. És megelőzte, és nem Csík hibázik, kisodródik. És nem Csíknek ennyi volt. Demeter Ádámot már nem tudja visszaelőzni. Nézzünk előre, Szabóra és Cséplőre. Hát itt úgy néz ki, hogy Szabó meg fogja tartani az elsőjét. Már ha nem hibázik. És akkor nézzük. Hát ahogy látom, elég sokan kiestek. Hát sokan, viszonylag sokan. Csáki László, Kaksztetter Dániel és Fodor Mihály, ők kiesők. Akkor menjünk most újból visszafele. Horváth Szabi a 11. helyen van. Szolga Bálint a 10. helyen, és előtte Nemcsik István elfékezte a féktávot, a kanyart. Hogy legalábbis füstjeleket küldött valakinek. Lehet, nem működik a rádió, és füstjelekkel jeleznek a boxhoz, boxba. Demeter Ádám a 8. helyen. Hát úgy néz ki, hogy annyira nem tud feljönni, mint amennyire szeretett volna. Marc Roland a 7. És ő előtte Banco Milán 6. helyen, Borkovics az 5. Olá Krisztián a 4. Kotthens Dániel a 3. viszont Cséplő Máté van közvetlen előtte. És hát az a helyzet, hogy nagyon is közel van Dániel Mátéhoz. Úgyhogy Máté felkötheti a gatyást. A 12. körben vagyunk, ami azt jelenti, hogy még 3 körünk van. Úgyhogy Máténak 3 köre van arra, hogy... tehát konkrétan 3 kört kéne kibírjon Máté, anélkül, hogy megelőzzék. Ez mondjuk elég nagy feladat lesz. Na, talán most látunk egy gyönyörű előzést. Már akinek gyönyörű. Külső éven Kotthens, most belső éven. De egyenlőre Cséplő
tartja a második helyet. Szabó az első helyen. A Cséplő is. Kotenz Dániel. Na most Dani kiválta oldalra. Kijött célárnyékból, külső vív, lássuk, megpróbál aláfordulni, de nem sikerül. Ott van a célárnyékba. Újból mellé húz, most a belső az övé, és a célegyenes meg is előzi. Szép volt, ütközésmentes. Sajnos Máténak ez nem a legjobb futama. De hát, mint ahogy az első futamon is láthatjuk, hogy az első helyezett soha nem tudott győzni, tehát polból még itt nem igazán győztek. Viszont Máté nem adja fel. Próbálja ott tartani az autót. Eljj az elázók, ők picit megdobta, és le is maradt, és ennyi. Na, Szabó Krisztián. Ugye az első helyen még van egy kör. Tehát ezt a másfél kör, mondjuk úgy, ezt a kört befejezi, és aztán elkezdi az utolsó kört. És Krisztián is kezdi az utolsó kört. Lássuk, Kotenz Dániel második helyen, Csépő a harmadik helyen. Nézzünk hátrébb, hátra találunk, és találunk Borkovics, illetve... Ki? Borkovicsus, hol áll Krisztián? Negyedik, ötödik hely. Így van. Itt azért nem csípuhizzák egymást a srácok, és szó szerint Borkovics ott Olár kiütötte. Összeért a két kerék, és nem volt már többet fék. Na, de hát, hogy ne vonatkozunk, utolsó kör, Marc Roland, hatodik helyen, és Demeter Ádám. Ádám egy kicsit... jobban oda tette, mint kellett volna, és mindketten megpördültek. Lássuk, Ádám visszaadja helyet Marc Rolandnak, úgy volna tisztességes, ha már kiütötte. Viszont Roland nem tudja pályán tartani az autót. Úgyhogy feltételezem, hogy már ezúttal Ádám nem fogja beválni. És sajnos ez ilyen. Szolga Bálint, Nemcsik, Horváth, Csáki, blablabla, bla, bla. Na jó. Ja, igen, és csak, hogy el ne felejtsük, Szabó Krisztián megnyerte a Doningtoni harmadik futamot, őt követte Kotenz Dániel, Cséplő Máté levág egy partit, Blake partit a harmadik helyen, Borkovics Bálint a negyedik, Olá Krisztián az ötödik, Bankó Milán a hatodik, Demeter Ádám a hetedik, Roland, Marc Roland a nyolcadik, Szolga Bálint a kilencedik, Nemcsik István a tizedik, Horváth Szabi a tizenegyedik, és akkor a kiesők Csáki László, Kastetter Dániel és Fodor Mihály. Tehát Szabó Elvtár nyerte meg a futamot, köszönöm szépen a figyelmet. Elméletileg még a héten úgy fogunk kinézni, hogy F1 2017 Codemasters, ha minden jó megy, péntek este 21 órától,
20 órától, azt, de azt hiszem 20 órától, mindegy, figyeljétek, illetve az elmaradhatatlan szombat DTM, ezúttal nem 19.45-től, hanem csak simán 19 órától, hogy ugye a Forma 1-es időmérőt azt meg lehessen utána nézni. Illetve, ha jól emlékszem, akkor most lesz Assetto. Lényeg, ha múlt héten volt Assetto, akkor az ezen a héten nem lesz, úgyhogy ha ezen a héten nem lesz, akkor jövő héten lesz Assetto. Nos, hát akkor addig is köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok! Szórakozni akar, van, aki szórakoztat. De miért ne tennél? Találd meg te is az okot, miért nézd az NXT. Yeah,